Fogadalmat tettek a karcagi Nagykun Református Általános Iskola elsősei a Palánta piknik keretében a református templomkertben. A három első osztály tagjai osztályfőnökeikkel tettek fogadalmat, melynek szövegét a másodikosok mondták elő számukra. Fölvári Né Simon Ilona igazgató és a másodikos évfolyam tagjai tanulói előtt tettek fogadalmat, hogy jól tanulnak majd iskolásként és méltón viszik tovább a refis hagyományokat. Körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtük el ezt a kedves hagyományt, de azzal kezdeném, hogy nagyon vártuk a hagyományos tanévkezdést, nagyon vártuk a elsősöket, de nagyon vártunk minden diákot. És itt van ez a csodálatos templomkert, park, és ezt a hagyományt követve kijöttünk a helyszínre, és hát jelképesen a elsősök úgymond fogadalmat tesznek, egy nagyon kedves, aranyos kis szöveg van összeállítva, a másodikos tanulók fogadják, és a fogadalom tétel után egy játék, közös játék, utána pedig piknikelnek a gyerekek, a elsősök, illetve a másodikosok is. Hát úgy sajátos módon nyilván letanyáznak kisebb csoportokban, és akkor a szülők nagyon sok finomságot készítettek, süteményeket, itókákat, és akkor itt ezen a szép helyen és a jó időben eltöltik kellemesen ezt a délutánt. A fogalomtétel után egy közös játék volt az első és a másodikosok között. Majd a napot egy piknikkel zárták, ahol édesanyák által készített süteményeket fogyasztották el a gyerekek tanítóikkal, nevelőikkel közösen. A piknik jó alkalom volt az elsős és a másodikos osztályközösségek közötti ismerkedésre és az osztályon belüli barátságok elmélyítésére is. A megszokásban nagyon segített, nagyon sokat segített az előkészítő foglalkozásoknak a megtartása. Ugye 10 alkalommal voltak előkészítő foglalkozások, ott már ugye a tanítónénik ott voltak, ők tartották a foglalkozásokat, és ugye a gyerekek, óvodástársak összecsiszolódtak, szépen kialakultak már közösségek, barátságok, kérték, hogy ne akkor majd ők egy osztályba kerüljenek, hogy legyen egy kapcsolódási pont a gyerekek között, egy ismerős arc, és így nem jelentett gondot az első nap az iskolában. Hát elsősöknek délután főleg napközi van, illetve tömegsportfoglalkozások vannak délutánra kitéve. Például a robotika az délelőtt van tanórába betéve, a néptánc oktatás is bekerült a délelőtti tanórák közé, angol nyelv szintén délelőtt van. A szülők között vannak jó néhányan, akik ebéd után hazaviszik a gyerekeket, illetve azt is el kell mondani, hogy nagyon nagy az érdeklődés a zeneiskola, illetve a sportok iránt, és ebéd után mennek a gyerekek, már elsős gyerekek is, mennek zeneiskolába, mennek sportolni, nincsenek teljes létszámban az iskolában.